tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindannyiukat, és nagyon örülök, hogy együtt lehetünk. Ezek a témák, amikről majd együtt gondolkodunk, rendkívül fontosak, mert hisz mi boldogságra született emberi lények vagyunk. Hogy boldogok vagyunk, az feltételezi, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, és hogy szubjektíve ez a jó érzés arra is vonatkozik, hogy mi egészségesek vagyunk. Azért törtem szét ezt a szót, hogy egészségesek, mert teljes egész valónk van, annak minden szintjén valóban a működéseink rendben vannak, vagyis többféle rendszer szintben gondolkodhatunk. Az Egészségügyi Világszövetség legutóbbi definíciója szerint bio, pszicho, szociális és spirituális lények vagyunk. Ha már most spirituális lények vagyunk, akkor a Világszövetségnek azt is meg kellett mondani, amit ért spiritualitás alatt. A valóság megismerésének azt a megközelítését, amely átlépi azt a határt, ameddig a tudomány terjed. Így most azt mondhatom, nagyon nagy bölcsességről van szó, ha belegondolnak, mert egyrészt az ember, hogy építi fel a világot, tapasztalati lények vagyunk, ide teszem erre a karomra azokat az ismereteket, tapasztalatokat, amiket közvetlenül megszerzünk. És ellenőrizheted, hogy ez így van. És a másik karomra azokat az ismereteket és azokat a meggyőződéseket, belief, ugye, meggyőződéseket helyezhetjük, ahogyan a világot szemléljük, amilyen elképzelésünk van arról, amiben nincsen tudományos bizonyíték még mellettünk, de el nem vehető tőlünk, hogy bizonyos olyan lelki tartalékaink vannak, és lelki képességeink vannak, amilyen például a reménység, amilyen a célra irányuló emberi léleknek az a fajta küzdelme, hogy az életének az értelmét valahogy csak kidolgozza. Na hát ezek azok, és még sok-sok más, ami mind a spiritualitásba sűríthető, és természetesen abban a pillanatban, hogy elgondoljuk, hogy a valóság megismerésének egy olyan fajta irányvétele, amely a tudomány küszöbét átlépi, egyben érvényt adok annak a valóságnak, ami a lelkemben van, a lelkedben van, hogy érvényes lehet, jogos lehet, és szükségszerű lehet, hogy nem csak a tapasztalati és a tudományos, amit evidence-based bizonyítékokon alapuló dolgok azok, amelyek megtöltik az életemet, tudatomat és viszonyulásmódomat, hanem azok is, amilyen a reménység, az előretekintés, az élet értelme, olyan fajta hitek, hogy összefoglaljam mindezt, olyan fajta hitek, amely hitek megtartanak minket. Ha hiszed azt, mi az életed értelme, és ha kiküzdötted azt, hogy mi a te életednek célja és értelme, már van személyes élethited. És itt kell és szükséges a vallási hitrendszer és a legáltalánosabban vett spiritualitás között bizonyos különbséget tennünk. Minden a felekezetekhez tartozó vallási elkötelezettségű ember spirituális, mindenki spirituális. Valójában egyetemesen mindannyian azok vagyunk, de a vallási spiritualitás mit is jelent? Hogy meghatározott hitrendszernek, meghatározott tételeit az életednek iránytűjévé választod. Hogy van egy olyan világképed, egy filozófiád, amelynek a csúcsán Isten áll, vagy mint tudjuk, öt világvallás van, és mi a tolerancia emberei vagyunk, és azt mondjuk, legyen a te hited szerint. És ezért a vallási rendszerekben a meghatározott hittételek mentén az igazán vallásgyakorló ember valóban a hitének megfelelően elfogadja azokat a kötelmeket és az életvezetésnek azokat a szabályait, mi több azokat az etikai rendszereit, amely az adott hithez tartozik. Mi azonban, és ez az én személyes véleményem is, bár a magyar tudományos vizsgálatok is ezt igazolták, mindannyian spirituálisak vagyunk abban az értelemben, hogy nagyon-nagyon sok olyan meggyőződési hit van bennünk, fejünkben, világról, mint elébb elmondtam, az életértelméről, amelyek mind már ahhoz a területhez tartoznak, amik túlmutatnak a tudományos megismerés határain. Nos, hogyha a magyar szakirodalomból csak egy picit föllapozok, hisz én a tudomány képviselője vagyok, és mindaz, amit mondok, azért természetesen felelősséget vállalok, tudománytól tudományig haladunk ezen a megközelítési úton. Kopp Máriának, ugye mindnyájan ismerik a nevét, a magyar lelkiállapotra vonatkozó vizsgálataiban a 2008-as kötetben például arról olvashatunk, hogy beszélnek a kutatásban a magyar népesség körében a vallásos,
emberekről, akik magukat valamilyen hitrendszerhez tartozónak vallják, és követik is a hitrendszer tételei életvezetésükben, és vannak az úgynevezett maguk módján vallásosak, ami alatt a hitük hiszem, vallom, mit hiszel és vallasz a világról, honnan jöttél, hova tartasz, mi az életednek az értelme és célja, milyen reménységek fűtenek, mit gondolsz, van-e az életednek rendeltetése, és akkor rögtön lecövekelek a boldogság pszichológiának Szonya Jubomirszky könyvében olvasható azon fontos üzenete mellett, ha még nincs személyes filozófiád, vagyis a maga módján vallásos körhöz nem tartozol, akkor itt van az idő, különösképp, hogyha netán már elmúltál 40 éves, és igazolom, hogy miért fontos ez, akkor a te saját spiritualitásodat töltsd meg jelentéstartalommal. És ezért a hitrendszeredet, hogy te kiben hiszel, miben hiszel, hiszel-e az élet értelmében, hiszed-e, hogy elrendelt vagy, hiszed-e, hogy van egy delegáció, mit hiszel? Mert ez már a te hited, ami majd megtart téged az életedben. És azt mondja Jubomirszky, azért kell, hogy kialakítsuk ezt a fajta meggyőződésrendszert. Mert az ember az életúton úgy halad, hogy az első fél időben, az első 40 évben, hát tele vagy életfeladatokkal, konkrétakkal, hogy felnőtté válhass, hát ez egy óriási feladat oda eljutni. Elkötelezettség és felelősségvállalás, ez a két tétel. Felnőtt vagy, lehet, hogy 50 éves vagy, nem vagy még felnőtt, de ha tudsz elköteleződni és felelősséget vállalni, akkor már felnőtt vagy. Felnőtté kell válnunk, a felnőtt kornak a küldetését teljesíteni kell, férfi nembeli lényeged, magfunkciót, hogy vidd tovább az életet, és az életnek teremts meg azokat a kereteit és feltételeit, amiben te nő és én magam is teljesítem azt a küldetésemet, ami nembeli lényegemből ered, az, hogy nőnek születtünk, biológiánk, felépítésünk, minden szervi funkcióink, tökéletességünk, agyféltekénk, jobb agyféltekénk, fokozott működése, minden arra utal, hogy arra vagy teremtve, arra vagy életre hívva, legyen a te hited szerint, mit gondolsz erről, de tovább vigyük az életet. És középpontba állíthatjuk mindannyian azt az élettörvényt. Mi is az élettörvény? A kultúra függetlenül, hitrendszerektől függetlenül, mind láthatjátok, a nagy szent könyvek és iratok is leteszik azt az élettörvényt, hogy a legfontosabb mindannyiunk létezésében az élet mindenek előtti, feletti tisztelete, szeretete és szolgálata. Ez az az élettörvény, ami eldönti önmagában, hogy hol mi az, ami jó, és mi az, ami rossz a világban. Ami az életet építi, szolgálja, ami az életnek a továbbvitelére irányuló, vagy egymás életének megsegítésére irányuló, az a jó. És mindaz az ártalmas oldalra tehető, ami ez ellen hat. És mind tudjátok ugye, hogy a nagy szent iratokban valójában ez az élettörvény az, ami középpontban áll, és amely szerint megméretik a jó, és eldöntetik, hogy mi az, ami rossz. És azt is tudjuk, hogy mi anélkül, hogy bármely vallás irányába néznék egyetemesen, valamennyi vallásnak a középpontjában ezt a központi élettételt, életelvet találjuk, és látjuk azt is, hogy erre épülnek a törvények, mit tehetsz és mit nem. És mind megéljük azt, mert milyen korban élünk, hogy már a polgárosodás idején elindult egy olyan sajnálatos folyamat, amelyik az élettörvénynek alárendelt különböző életmeghatározókat, rendeleteket, szabályokat és így tovább, elkezdte úgy fölbontani, hogy kikapcsolta a rendszer legfőbb urát, aki Isten. Kikapcsolta ezt a legfőbb szabályozót, aki mintegy ellenőrizte, hogy az élettörvény érvényesül vagy nem érvényesül. És azt látjuk, hogy ebből következően egy olyan általános etikai rombolódás következett be, az ember kezébe került a szabályozás, a törvénykezés, és az ember, aki gyarló lény, talán nem tudta és nem tudja olyan módon követni ezt a bizonyos élettörvényt. Remélem, azonos gondolati vágányon vagyunk, mert ez az a közös út, ahol el kell indulnunk, mert amikor mi egészség és boldogság felé veszünk irányt, akkor kell, hogy legyen egy alapállásunk az életben.
és hogy vajon akár hol tartasz te a személyes hitrendszeredben, az élettel kapcsolatban honnan jövünk, hová megyünk, merre tartunk, és így tovább. Akkor is, ha még nem döntötted ezt el, nem határoztad meg, akkor is mi mindjárt, akik itt ülünk, egészségesek és boldogok szeretnénk lenni és maradni. És ahhoz meg kell, hogy határozzuk, hogy hol állunk ebben a világban. És hogyha elfogadjuk azt az élettörvényt, hogy mindenekelőtt az életnek továbbvitele, férfi-nő, családalapítás, gyermeknemzés és ital, ez egy küldetés, emberi küldetés. Vajon elfogadjuk-e, hogy ez az emberi küldetésünk? És amint mondtam, az egész felnövekedési folyamat, hogy felnőtté válunk, mi végre válunk felnőtté, hogy vállaljuk azt a sors adta funkciót, ami az életfunkciónk, és ami végre mindannyian az élet szolgálatára születtünk, és ezt lehetne próbálni cáfolni, de a tudomány száz lábon igazolja, hogy ez így van. És amikor felnőttek vagyunk, és ugye a 40 éves kortól ágasztam le az életközéptől, hogy építkezünk, nincs időnk mással foglalkozni, nincsen öneszmélési idő, mert szülünk gyermeket, vagy optimális esetben természetesen komolyan veszük, hogy mi végre születtünk, mi az alapvető nembeli lényekből fakadó életküldetésünk. És el vagyunk foglalva azzal, hogy fölneveljük az utódokat olyan módon, hogy már szabad szárnyaikra bocsáthassuk őket. És nagyjából a 40 éves kor az Carl Gustav Jung meghatározása szerint, amikor ott vagyunk az élet delén, fönn a csúcson, a csúcs latinul klímax. Ide eljutottunk mindannyian. És azt mondtam, ha addig nem határoztad meg, mert nem értél rá foglalkozni vele, de mindig vagyunk ezzel, ezt nyilván tapasztaljátok, hát ellenőrizzétek, hogy amit mondok, hogy szól a saját életetekben? Mindig kérdezzük meg önmagunkat, és én hogy vagyok ezzel? Szóval eljutottunk valameddig. Lehet, hogy később éred el azt, hogy kirepülnek a fiókák, hogy üres fészek helyzet van. Lehetséges. Lehet, hogy nem is voltak gyerekeid, akkor is csak megidősödtél, hogy már átlendültél az élet második felére, és akkor viszont már nagyon fontos, hogy egyre inkább hagyd kibontakozni magadban azt a fajta biológiai program által is meghatározott és lelkiekben is szükségletként jelentkező kérdést, akkor most merre tovább, hogyan tovább, mi végre élek, akkor most majd mi lesz. És előretekintesz, és nagyon fontos, hogy az előretekintésben az élet törvény nyomába haladva próbáljuk az életet és a jövőnket valahogy konceptualizálni, hogy a pszichológia mondja. És ezt nevezi a pszichológia az életközépi krízisnek. Tudjátok, a krízist olyan értelemben használom, akik itt ültök, mindnyájan kiművelt emberfők vagytok, és tudom, hogy tudtok arról, hogy a pszichológiának van egy olyan abszolút minden oldalról igazolt modellje, hogy, minden, hogy vannak az ember életében szükséges fejlődési szakaszok. Olyan szakaszok, amik feladatok is. Mi a feladat? Hogy az első életéből meg kell tanulni, szeretni, örülni, ragaszkodni, kötődni, tehát tulajdonképpen a kötődési mintát, amit cipelünk egész életünkbe, akkor véssük be. Második életében az autonómia legfontosabb, hogy már önálló vagyok, kompetens, valamire képes, annak a gyökérzetét, alapmintáját teremtjük meg. 3-6 éves korban meg föltöltjük magunkat azokkal a keretrendszerekkel, hogy egy férfi milyen, meg egy nő milyen, és hogy kell viselkedni majd. A 6-10 éves korban pedig az a fejlődési feladatunk, ez a feladat. Minden átmenetben van egy kis krízis, mert már tovább kell, hogy jussál, és akkor már régi korszaknak nem érvényesek azok a munkamódjai, amik korábban nagyon jól érvényesültek még. És akkor a 6-10 éves korban mit kell? A önbecsülés, önérzet, kompetencia. Az, hogy van-e megfelelő önbecsülésed, ott dől el 6-10 éves korban. És az dönti el, hogy van-e egy bátorító nevelés, amely azt mondja, értékes vagy, te vagy az, aki fontos. Fontos, hogy élsz, mert nagyon jó, amit teszel. És ugye a bátorító pedagógia az, ami, és bátorító szülői magatartás egyedül, ami megvéd minket attól, hogy önérzetünkben, önbecsülésünkben megsérült, összeroppant emberek legyünk, és fölépíti azt a kerekrendszert, amiben aztán a tapasztalatok belenőnek, hogy értékes és szükséges része vagy az univerzumnak, páratlan csillaga és fontos feladatod van a világban.
És ezt tudjuk, hogy elérjük a 10 éves kortól identitásépítés, amiket eddig összeraktunk, összeszedtünk, azt össze kell a személyiség házává építeni. Mikor megépítettük a személyiség házát, mindegy 10 évig tart, de most már posztadolescencia van, úgyhogy kicsit elhúzódott ebben a Z generációban, tudjátok, XYZ, ez világos előttetek, hogy a komputeromos világ létrehozott olyan fajta generációs jellegzetességeket, hogy ma a 2000-től született gyerekek már a Z generációnak a szülöttei, és a fejlődésben van egy lelassulás és egy kitolódása annak a szakasznak, ami egyébként évszázadokon keresztül nagyon fontos, lezajló 10 és 20 éves kor között. Az volt a, és az az életfeladat az identitásépítésben, hogy tölts föl magad életértékekkel. És ez volna a szenzitív időszakunk, amikor felszívjuk az élet vitelére vonatkozó elveket, a párkapcsolatot illetően, a család életet illetően és a munka hivatásválasztást illetően. Ezek mind krízisek. Egy-egy szakaszból átmegyünk a másikba, ezek krízisek. Na, elérünk ugye az életközépre, és azért újra visszatérek ide, hogy ha máskor nem, akkor azt mondja a boldogságpszichológia, hogy valóban gondolkodj el azon, hogy mit gondolsz életről, halálról, az emberi élet értelméről, a te személyes életednek az értelméről, és két fontos kérdést fel kell tenni, és ez a te spirituális összetevőidnek a nagyon fontos tétele, kiért élsz, miért élsz, van kiért élned, van miért élned, és leteszem a boldogságpszichológiának azt a tételét, ami egy fontos kérdés nyomán fogalmazható meg. Ugye a mi korunk nagyon durván csúsztat, manipulál, mert egy fogyasztókultúrában élünk, és elhiteti velünk, hogy az az érték, nem az élet mindenáron való védelme, szeretete, szolgálata, nem az az érték, hanem hogy mit van. És bekapcsolja a legfőbb szabályozó helyére, beteszi a pénzt, és a pénz a mammon. És a boldogság kérdés úgy torzul, hogy mit van, amin keresztül meghatározod magad, hogy ki vagy ebben a világban. És ebben a torzult képletben még mi esetleg bevesszük. És van, aki beveszi, hogy attól valaki, és attól van a lényének jelentősége, és attól lesz jelentős valaki számára a világban, hogy milyen van. És már Jean-Paul Sartre megmondta 50 évvel ezelőtt a francia filozófus, vigyázz, mert az identitásodat az, hogy te ki vagy a világban, azon áthatározod meg, és az értékeidnek a középpontjába beteszed, amid van, akkor egy reménytelen, boldogtalan sors vár rád. Mert retteghetsz állandóan, hogy kilopja el, mikor és hogyan azt, amiben keresztül te valaki vagy a világban. És ezért az az igazi boldogság kérdés, nem ám az, hogy na, akkor mit van? És hogy valóban mire vágysz? Na, megkaptad, megvan már mindened, és akkor attól vagy boldog? És a boldogságkutatás egyértelműen kimondja, ha te válaszolsz most itt ebbe a pillanatban magadba nézve, arra a kérdésre, hogy mikor voltál boldog életedben? Na, komolyan, de most ebbe a pillanatban gondold el, mert rögtön eszedbe jut, hogy mikor voltál boldog. Na, és ez mihez kötődik? Egész biztos, hogy egy szeretett kapcsolat, átölelte a gyereked a nyakadat, vagy a szerelmet vallott, és úgy érezted, hogy igazán nagyon jó élni. És hogy nagyon jó élni, mi által érezzük magunkat ilyen boldogságban, hogy fontosak vagyunk, fontosak a világban. Mert mindannyian az univerzum páratlan csillagai vagyunk, és fontos, hogy valaki számára fontosak legyünk. Angyal András, a pszichológus, hazánk fia, ugye Amerikába szakadt, azt mondta, nagyon furcsa szót használt, szükségeltségi szükséglet. Nagyon furcsa kifejezés, de nagyon okos, mert arról van szó, hogy te rád valakinek van-e az életedben olyan nagyon szüksége, hogy annyira, hogy tudod, ha nem volnál, akkor boldogtalan volna, szerencsétlen volna. És képzeljétek el, azt igazolta Angyal András, hogy ez az az alaptétel, ami a boldogságunknak az alaptétele, hogy te valaki számára fontos vagy. És akkor most mondanom sem kell, hogy mikor vagyunk mi valaki számára cáfolhatatlanul és bombabiztosan fontosak. Na mikor? Kivel kapcsolatban éljük ezt meg? Hát a gyerekeink.
Tapasztaltad már, hogy az a pici baba, mikor megszületett, hogy milyen módon kapaszkodik beléd, megkapaszkodási ösztön. Ő hozza magával azt, ami a programja, a biológiai programja. Biológiai, pszichológiai, szociális és spirituális lények vagyunk. Hozzuk magunkkal a biológiai alapokat mire? Megkapaszkodási ösztön. Hogy az ember alapvetően társas lény. Hogy nem tudunk egymás nélkül élni. Még akkor sem, hogyha ez nagyon szívódó és viszontagságos, csak legyen valaki. Legyen valaki, aki számára fontos vagy, vagy fontosak legyünk valaki számára. Tehát ez, hogy szüksége van valakinek rád, ez még fontosabb, mint a viszonosság. De már magától értetődő, hogy általában van is egy olyan válasz, hisz a cirkularitás működik. Ha te azt jelzed, hogy annyira nagyon fontos vagyok neked, akkor nyilván mindent meg is teszek ezért, és ez volna az optimális. Miért? Mert az élettörvény mit mond? Az élet szolgálata, szeretete. Lehet, hogy ez filozófiai absztrakció, de konkrét valóság ott, amikor anya vagy, és a gyereked utánad nyúl, és beléd kapaszkodik, és azt akarja, hogy legyél jelen az életében. És ugyanígy, ahogyan minden életkorban igazolhatjuk azt, hogy milyen fontos az, tudjátok, hogy 10 éves korig önismereti zárlat van. Halovány fogalmunk sincs, neked se, nekem se volt 10 éves korig, hogy kik vagyunk. De hát megmondják a szülők, hát megmondják a pedagógusok. Jaj, de ügyes vagy, jaj, de egy nagyszerű, jaj, de nagyon, mert nem is tudom, hogy ragozzam. Hisz ezek a nem verbális üzenetek is hihetetlen jelentőségűek, de még egy szemkontaktus is hihetetlen jelentőségű. De tudjátok-e, hogy az a élet legitimitása, hogy jogod van élni, és elhivatott vagy az életre, hát már megkapjuk akkor, amikor még nem tudunk egyáltalán a beszéd útján kommunikálni, és csak zárójelbe mondom el, de higgyétek el, muszáj nekünk ezt tudatosítani, hogy a szavak a megértésben 7%-ot képeznek. 38%-ot a megértésben a hangsúly, hanglejtés, dallam, intonáció, és 55%-ot a nem verbális kommunikáció az, a taglejtések, a mimika, a közelség, távolság dimenziói. Hát gondoljuk már el, ami nem csak kommunikálunk, a kommunikáció, információ, átadás emberi jelrendszerben. Most egy definíciót mondtam, úgy, mintha az egyetemen kellene a definíciót letennem. Tehát, hogy a tudományos álláspont, igen, de mi interakciókban élünk. Interakció azt jelenti, hogy mondok valamit, hogy érted ezt. És a te megértési rendszeredben mi az, amit a megértésnek a nem verbális leolvasó bölcsőjébe összeszedtél, ahogyan csak kibújtál édesanyádból, mindaddig, míg el nem kezdted érteni a szavakat, de nem is szavakat, hisz nem szavakat értünk, hanem a megértésben, mint mondtam, hatalmas jelentőség. Ezért beszélünk metakommunikáció. A meta az fölötte, igaz? Fölötte van a jelentésnek. Ez az óriási tárház, aminek a információs értékét összegyűjtöd magadban, mire oda eljutsz, hogy már beszélni tudsz.